Na csá. Na ezt a Kiron már megint a nap királya. Nagyon sokadik. Már még az év királya is lehet. Szia Audio, meg Marló, meg Slette, meg Gazember, meg Jericho, meg... meg Gergi. Meg Big Buddha Cheese. Meg sziasztok. From the low side, hit a high note. Presidential, girl, you getting my vote. Shower for an hour, then we hit the hydro. Hit the road, she be down to go wherever I go. Sziasztok, meg Loa, meg Bondi. Sziasztok. Sziasztok. Hát a hét királya az már biztos megvan. Sziasztok. Na sziasztok. Annyit kell tudni, hogy aki eddig figyelt a héten, miközben aludt a streamen, nyilván, azt tudhatja, hogy most el fogjuk dönteni, hogy a brassói borsóval vagy borsó nélkül szebb-e. Szia Morfina, meg szia Dávid. Sziasztok. Igen. Úgyhogy... szóljatok mindenkinek, akit érdekelt volna. Merje. Mindenképpen még egyszer tegelek. Na szívesen. És ehhez itt van két segítő társam a pontozásban. Az egyikük nagyon ügyes, a másikük meg nagyon okos. Melyikünk az ügyes, és melyikünk az okos? Igen, az okot, hogy ezért most verekedünk el sajnos, tehát hogy... Na, de melyik ügyet várjál? Köszönöm. Inkább leszek Béla, de okos. Nagy agy, tudod. Na várjál. Ilyet az ügyes. Jó, én leszek az ügyes. Úgysem, hogy ide TS-re beírom az összeset, az úgy jó. Nektek? Nem tudom, te szerved az. Ja, egyiket sem néztem meg. Bocs, itt van, csak enni jöttünk ide, mert azt mondják, ja, azt, hogy meg is kapjuk ezeket a kajákat. Aha. Na az a lényeg, hogy ott van a név, hogy ki csinálta, mm-hmm, és ott ha van a kép mellette. Mm. Hogy szeretnéd osztályozni ezeket egyébként? Vagy mi a... Na, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye, mi a múltkor, metódus? Múltkor volt csak egy simán... Ez csak sima kajásképp verseny volt, Erza? Én már nem emlékszem. Az 2000 akár volt. Na mindegy, ott nagyon jó volt, mert ott már ott pontoztunk azt is, hogy van a tálalás, meg hogy mekkora adag. Igazából mindent pontoztunk, csak a kaját nem. Tehát igazából szerintem ne találjuk ki, hogy milyen kategóriákba pontozunk, egyszerűen csak így, nem tudom, elmondjuk, Borsó hogy... nélkül kontiról. Hogy nem tudom. De 1-től 10-ig adunk. Ja, 1-től 10-ig, az mehet, 1-től 10-ig mehet. Ja. Jó. Na, alá, addig csinálok. Én viszont... Fogadás legyen? Közde, mi meg köz, Breki. A krumplító hús rétió egyébként, mit szólsz hozzá? Az nagyon fontos, csak nem tudom melyik irányban. Én azt gondolom egyébként, igen, hogy annak az arányát azért kellene figyelni. Rassói borsóval, vagy borsó nélkül. Kérdés, hogy a borsó extra pont, vagy mínusz pont? Ezt te döntöd el. Mindenki maga. Mindenki a saját. Jó. Ez egy picit olyan, tudod, mint amikor a Szexi vagy Nemben a NoTex-es Tominak kellett pontozni a kisugárzásra. Na ez pont igen, ilyen egyébként. Jó. Na várjál, csinálok, jó. Fogadás lesz, borsóval vagy borsó nélkül fogadás, és az alapján nyer az egyik oldal a fogadáson, ami alapján, vagy nem, az alapján, ahogy mi pontoztuk. Tehát, hogyha a borsó... Ezt nem biztos, hogy átgondoltam. Na mindegy, menjen. De ezt nem kell megszavaztatni. Tehát a brassóiban nincsen zöldborsó. Kész, pont. Nem baj, ez nem is szavazás, ez fogadás. De mit akarsz ezen fogadni? Hát mit tudom én, hagyd fogadjanak már. Hadd fogadjanak már, jó van. Tudod, ezek nem azért vannak itt, mert mi itt vagyunk, ezek csak fogadni. Ide. Amíg fogadjanak, lehet, jó? Amíg jó. Lehet valamire klikkelni, ezek jól érzik magukat. Oké. Okay. Nem is értettem, hogy most mire fogadnak, de fogadjunk. Azt sem, hogy megnyitom az összes képet. Egy új
Hát böngészőbe, és akkor egyesével végig tudunk menni. Pont innen hétvégén, tudod, van ez a golyózás, tudod, amikor a golyóival játszik. Igen. A Marvel vagy mi a... Amikor a golyóival játszik. Ja, a igen. Marvel, tudod, a Marvel sorozat. A Marvel, igen. Na, és akkor... És érted, az emberek nem azért vannak azt, hogy izé logikus szavazásokat, meg logikus döntéseket hozzanak, ezek csak megjelenik valami, hogy anya, tudod, micsoda, és akkor így kattítanak valamelyik. Aztán vagy zöld lesz, vagy meg piros, érted? Na mindegy, hagyjuk is. Poti nézőről van szó. Na. Már ezt áthúzom. Ez a kis lágy izé, pornós RMB alá jó lesz, nem? Új, majd egyesével nyitogatom, mert nincsenek ott a nevek. Ja, én ezt azért mellé raktam. Nem tudom, hogy fogom is jelni. Mindegy, jó lesz. Na, várjál, mutatom a streamen. És szóljatok, hogyha kezdhetjük. Ezután van kedvetek Russell Crowe-val megnézni a Gladiator című filmet? Csak természetesen. Csak kedvéért. Na, nice, jó. Fentről haladunk lefele? Aha, Russell Crowe-val, ugye. Jó. Mehet. Én részemről mehet. És... Induljon! Megnyitottam az elsőt, ami nálam X-Sub egyébként. Uh-huh. Amúgy nem kellett volna bemondani a nevet, szóval most tökre elrontottuk. Miért? Most tudják, hogy nem mindegy. Hát csak azért, hogy ugyanazt nézzük-e. Jó, igen, jó. De akkor most a kövét ezt nem mond. Jó. A kövét már nem akkor mond. Na mutatom, mit van? Ez nem X-Sub egyébként, ez Barnabás 12-é. Jó. Ja, de várjál, hát... egyébként ott van az alján, hogy X-Sub. Tessék, a Skyler mint... Mód pontozhat, visszavonom az indulásom. Szóval Skyler nem fog pontozni, úgyhogy nem kell visszavonni. Erről értékelést is kell mondanunk? Egyébként így egyesével? Hát ahogy jönnek a szavak. Ez nagyon szabad, igen. Egymás szavában is beszéltünk. Jó. Hát én első körben ezt nagyon száraznak találom egyébként. Na már most bele tudod. A képről? Hát szólj bele. Szólj nyugodtan. Ja, hát ő... 1/10 nincs borsó vérszegény, ez a chatről gyűlenet. Nem tudom, én azt tudom mondani, hogy egyébként nekem az a gondom, hogy ahogy nézem, a krumpli nem elég ropogós, és én amúgy pont szárazon szeretem, és hogyha túl ilyen latyakos, vagy nedves, akkor így bele szivárog, érted, a krumpliba. Az olajos, a krumpli, nem? Olyan olajos, de, igen, vagy olajos, tehát hogy valami a kettő közül, és én azt mondom egyébként, ez nem néz neki rosszul, ha ropogósabbnak néz neki a krumpli szerintem. De ez amúgy szokás kis savanyúságot is enni, nem? Vagy csak én gondolom? Igen. Jó, és úgy is mondta, hogy igen. X-Sub, most megtudtuk, VOD van valami mellette egyébként? Eszel még ehhez valamit? Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a tányéron nincs rajta, most bemondhat akármit. Kell, hogy kicsit mit mond be? Szokás, hát persze. De most nem, emellett mi volt? Nem alapvetően itt volt, emellett valami? X-Sub, menj meg magad! Kenyér? És hol a... Igen, és a dínye? A dínye mellett hol van? A dínye és kenyér. És na, várjál már, Újvi, izé a hús krumpli arány tényleg? Az tökéletes. A hús krumpli arány tökéletes. Én azzal teljesen elégedett vagyok. Én egy picit viszont szaftosabban szeretem. Én azt szeretem, hogyha ha krumpli nagyon ropogós, és össze van keverve egy ilyen kicsit... Hát a pörkölt alaphoz tudnám a leginkább hasonlítani, és abban így bele van rázva, de még a krumpli ropogós, tudod. Én akkor szeretem nagyon. Tehát mi mindig frissen keverjük bele a krumplit, viszont ez nagyon száraz. Ez a harmadik falat után ez nagyon száraz lesz, hogyha nincs hozzá mondjuk egy tejfölös uborka saláta, vagy egy kis cékla, vagy valami. Úgyhogy hát én erre 7 pontot tudok adni. Egyből 7-tel? Elindulhatunk így, nekünk az volt, amikor mi váltokat értékeltek Altival. Akkor... Na várjál, mert lehet, hogy túl... Mert, tehát én megmondom őszintén, nekem úgy indulok neki a brassóinak, hogy 5 pontot alapból megérdemel az, akinek mondjuk nem 1 kiló krumpli van benne, meg 2 szem hús, meg mondjuk nem rizs van benne, meg nem zöld borsa. Az alapból 5-6 pont. Rizs. Én láttam már csodát. Én szakácsiskolába jártam, elvégeztem a szakácsiskolát. Az nem brassói, nem? Az nem brassói, de az sem, amiben zöld borsó van. És volt egy kollégám, aki rizzsel csinálta a brassóit meg. Az szóval ilyeneket általában vendéglátás iskolában. Szóval, hogyha az alapanyagok, egyébként még egy dolgot szeretnék kérdezni. Én egyetlen egy dolgot szeretnék kérdezni, hogy szalonna, az van-e alatta? Mert én a kép alapján nem látom. Hát ne is legyen. Miért? Én nem akarom.
Mert a brassoi az szalon, de kell bele. Várj egy kicsit, várjál, szakértőt kérdezek. Apa! Szalon. Apa! A brassoiba szalonnal szerinted mi a véleményed róla? Pozitív vagy negatív? Brassoiba szalonna! Kell, na jól van. Hát, na azért, ezek na azért. A boomerek, ezek a boomerek, Conti, én mondom. Régi, régi szóval generációs brassoi. Én tartom a 7 pontomat, mert nekem kicsit száraz, a képen nem látom hozzá a savanyúságot, úgyhogy nekem ez 7 pont. Erza? Hát nem tudom. Én amúgy azt mondanám, a krumplinak a... Az volt, hogy megnézed ott a képenek a déli oldalán, megnézed, ott van egy-két ilyen feeling, ilyen már-már ilyen feketés krumpli, viszont alapvetően meg nem tűnik ropogósnak. Mi a véleményetek feketés erről? Feketés krumpli. Hát ez olyan, vagy egy kicsit már ilyen túl. Ez nem, ez egyébként szerintem egy ilyen 20 perc állás után biztos, hogy ilyen kicsit szottyat lesz. Én egy 6 pontot adok erre. Igen, amúgy. Igen, sok is a hét, tényleg száraz, legyen 6. Jó, 6 és fél, jó? 6 és fél. Manipulátum. 6 és fél. Jó, hat, nem, azért, mert egyébként tényleg az arány tök jól el van találva, tök jó az adagmennyiség, van benne szalonna, alapvetően szerintem jó volt az elkészítés technológiája is, de igen, legyen 6 és fél, mert egy picit tényleg száraz. 6 és fél. Jó, hát akkor itt vannak a véglegesek, a végleges eredmények. Akkor 6 és fél. Jó, felírtam. Ja, hogy te már ilyen gyorsan felírtad. Akkor mehet a kövi? Mehet a kövi, megy a kövi. Hát hűha! Itt látod a next-re és... Az is jó, hogy a streamen, az is jó, hogy a streamen nézed, és akkor nem látszódik. Na, jobban ki tudom nagyítani itt a dolgokat. Azért gondoltam, hogy... Ez szerintem, nem tudom, ez másféllel indul egyébként, tehát hogy... Ez Gergő, vagy ez a, Gergi, a, Gergi 2000. Igen, a sáros azt gondolta, hogy éjszakon is látszik ott odafönt, mint title-ben, szóval... Hát, nem tudom, Újvi, én itt mindent látok, brassóit nem a képen. Jó, egy alapvető probléma van, szerintem. És nem, nem a zöldbor, és nem a zöldborsó, és nem a zöldborsó elsődlegesen. Szerintem ez egy pirított burgonya mellette egy ilyen pörcös... hús, még csak össze sincs keverve. Ezt mondok még jobbat. Szerintem igen? Ez egy tájkép, egy ilyen Sony Ericsson telefonnal lefotózva amúgy, csak annyira rosszul látszik ki, hogy mintha egy ilyen, mintha zöld borsó lenne, ott meg valami hús. De azt szerintem ott valami hegység, meg alapvetően valami erdő van tőle balra. Igen, én és hogyha az egyébként az alján megnézed a krumplit, hát ilyen épp, hogy olajban volt szerintem. De nem az épp, hogy nem csak... az olajban van, sőt maga az olaj. Ez lehet, hogy olaj, jól nem akartam így mondani. Ez nekem azért, mert eltalálta egyébként az alapanyagokat, sziaklik. Hogy hús kell bele, meg burgonya. Az ötborsó egyébként nem illik oda. Én ezzel nem is tudok többet beszélni egyébként, mert a kép az nagyon sok mindent nem mutat egyébként az ételből, de nekem ez egy 4 pont maximum. 4? Eltaláltad alapanyagokat. Mi? De ez eltalálta az alapanyagokat, azt mondta. Eltalálta az alapanyagok. Igen, az arra odaadom én a 4 pontot. Mi? Erza? Hát, ne, ugye, tehát azt mondtam ugye, hogy na kérdezz meg, apukádat meg lehet kérdezni? Hogy ez csak ilyen egyszer kérdezős. Nem, azt gondolom másik szobában van, akkor ki kéne mennem. Nem látok benne szalonnát egyébként, valóban. Én meg tudom, ez amit látok, nem is krumplis, tehát nem is olajos krumplit, hanem krumplis olajat látok ott jobb oldalt. Megnézed, egy picit áll alatta az olaj, ugye? Te is látod? Ez lehet, hogy csak... Szépen fogalmazzunk már. Az nem lehet, hogy savanyú borsó, és azért tűnik olajosnak. A fény a krumpliról. Jó, igen, látom. Igen, az szerintem az savanyú borsó. Az lehet egyébként ez a fotókedvéért lett bekenve egy kis olajjal, extra igen, olajjal, igen, hogy igen. Csillogósabbnak tűnjön. Amikor ráspicskol a kézével, ilyen, nem tudom, Windex-el. Tudod, vagy... azt, könyvbe főztük, mi is nyomtuk rá, tudod. Borzasztó. Jó, nem, tehát én tartom a 4 pontot, én az alá nem megyek azért. Tudod mi, amúgy, tehát így azt mondom, a kamera minőségét elnéz, olyan, mintha még rántott brassúj lenne egyébként, hogyha megnézed. Amúgy nem tudom, tehát ilyen pörcanyag akkor keretkezik a húson, hogyha mondjuk előtte megforgatod egy picit lisztbe. Ez nem tudom, hogy ez miért van rajt. Gergi, hova valósi? Milyen titkos kultúrának az ilyen szább brassúját készítette el nekünk? Ez csak ő tudja megmondani, hogyha megmondja. És itt van? Én nem fedhetem fel. Én 6 és felet adtam, Xu. Az előzőre? Igen.
Ez 4 pont, ez 4 pont, gyerekek, ez sajnos nem érdemel többet, és valószínűleg azért 4 pont nálam is, mert hogy azért, ha megeszed, attól függetlenül mondjuk nem kerülsz kórházba. Igen, de ezt én hozzáteszem egyébként, hogy Újvinál a borsos, az -1-el indult, tehát borsó nélkül ez lehetett volna 5 is. Igen, de azért lészes tegyük hozzá egyébként, nem, hogy a... Hozzáteszem, hogy a borsót elahol... Megfogadtam magamnak, hogy a borsót elnéző leszek a borsósokkal szemben, mert tudom, hogy sok a borsós. Hát nem tudom, nekem, de mondtad azt, hogy ha megeszed, akkor nem is olyan rossz, de ugye a legelső lépés az, hogy elgondolod, hogy meg akarod. Hát a szemeddel leszel először egyébként, igen. Én a szememre a következő képet szeretném látni. De írd fel a pontokat. Jó, akkor mit adtunk? Várjál. 3-4, és a konti pedig? Én úgy jól vagyok, legyen 4. Nem akar, ja. Majd max utána újra pontozok. Jó, akkor én vagyok a bal oldal, itt meg a közé. Ja, ha döntetlen lesz, akkor újra pontozunk egyébként, ennyi. Jó, menjen a kövi. Vagy úgy hagyjuk, mert az nagyon sok idő és kalória. Na, ment következő kép. Azt nézd, csillagos izé, pléd, vagy nem tudom, ez terítő? Igen, csillagos terítő, ez nagyon... Terítő. Nekem... A pléd lenne egy pillanatra. Hát a legelső benyomás az egyébként, hogy azt, hogy a tükörképemet látom egyébként, azon a hihetetlen nagy... miért akartam kukoricát mondani? Viszont a burgonya ropogósabbnak tűnik egyébként. Igen, viszont tiszta olaj, ha megnézem. Igen. Az egy dolog, de hogy én szeretném megkérdezni, hogy milyen fajta hús? Mert ez annyira fehér, hogy ez szerintem csirke. Az csirke, ám. Csirkebrassói. Tehát nem létezik olyan, hogy csirkebrassói. Hát akkor nem találtad. Na hát akkor figyelj, sem, mert szalonnát sem látok benne, ismételtem. Akkor ez gyöngébb, mint az előző, nem? Ez egy... Nem? És száraz is. Én ez... ne haragudj, de ez nekem ez a 3 pont. Tehát hát a csirke az nem nyúlhat a brassóihoz hozzá. Amúgy egyébként, hogyha most eltekintesz a brassói fogalmától, nem lehet rossz, de ez nem brassói. Nem lehet rossz, de mi most brassóit értékelünk. Igen, ez nagyon borderline egyébként, mert ezt szívesen lenném, de ez nem brassói, és ez itt egy brassói verseny. Így van, tehát hogy most díjazhatunk egy hosszú távfutót, érted, egy sprint versenyen, csak nincs értelme. Persze, ennyirővel egy díjét is mutathatnának. Amit ennél egyébként, de hát ugye most nem ez a cél. Mi legyen ezzel? Azért megszavazzuk, de negatív hát attól még ott, ne, hát adhatsz neki. A pontot adhatsz neki. Adhatsz neki jó pontot is, hogyha neked tetszik, szerinted jó. Én leülnék, megenném ezt szívesen, mert egyébként tök oké. Csak egy brassói versenyen nálam ez egy 3 pontot ér, mert hát alapból ez nem. Ez nincs köze sajnos a brassóihoz. Nem sikerült eltalálni az alapanyagokat, akkor azt mondod. Ennek nagyon nem. Egyébként a szalonna kell bele, gyerekek. Tehát szalonnán indul a brassói. Nagyon nem. Azt van rajta krumpli meg húsot. Még nem tudom. Olyan kicsi lett fölvágva egyébként a csirke, hogy egy nagyon kis darabok. Szerintem, hogy nagyon száraz is lehet egyébként. És az arányra mit mondasz? Itt kicsit sok a krumpli, nem? A krumpli is több egyébként. Igen. Nem hiszem. Tudod mi, ez ilyen balatoni kaja, hogy izé, olcsó. De átlátszó a tányér. Ez az, amire egyébként még ketchupot is tennél, ez olyan úgy néz ki. Igen. Ez ilyen balatoni, tudod, így gyorsan megcsinálják, szarnak bele, hogy mennyire zsíros, meg ilyesmi. Kapsz rá 4 fejzé, kis csirke húsdarabot, azt akkor jól van, 900 forint. Hát, 90. Az a gond, hogy hát... Most nem tudom azt mondani, hogy van-e olyan jó, hogy van olyan szar, mint a Gergié. Mit lehet erre mondani? Az én szívem a 3-ast mondaná egy. Az mondaná a 4-es, mert egy fokkal jobban néz ki, mint a Gergié. De valahol nem brassói, meg nagyon zsíros. Nincs se avanyúság, se meg kenyér se. Lehet, hogy van, ebbe se látjuk a képet. Tehát nincs ott, hát most mi oda kell rakni, hát nem. Ja, még tálalni is kellett volna, mert legközelebb előre meg kell adni a pontokat, hogy arra figyeljenek, mert múltkor ezért sírtak amúgy. Hát úgy kell oda tenni, úgy kell lefényképezni, az eszed, hát most mi. És akkor hol vannak a kések a villanak? Hát az kézzel, attól még... Nem voltak instrukciók, Goldi. Csak fotózzák le, azt jól van, szóval. Na jó van, én 3 pontot adok amúgy erre. 3-at te is? Ja, ezek szerint igen. Jó, én erre is 4-et adok.
Igen. Új V3-at adott szerintem. Új V3-at. Én hármat adtam arra. Az új negatívum megvan. Na, mert a kövi. Ez pedig új gab. Új gab. Na, az első borsós. Vagy borsós. És nézd meg, tehát itt a tálalás is, itt minden rá van fókuszálva a kamerában. Várjál. No tesz. Asszonyka nem nagyon eszik vörös húst, ellenben zöldségmániás, így ez most egy elég speciális csirkés brassói borsóval, de mindenképp brassói. Hát az a gond, hogy ez viszont nagyon jól néz ki, mindképpre. Ez nagyon jól néz ki. Igen, nézzük a ez viccen kívül, a krumpli szépen, igen. Igen. Ezzel látszik, hogy ez pirított burgonya, meg ez szépen meg van csinálva egyébként. De csirke, és ettől... Megmondtad volna, hogy csirke, hogyha nem olvasom fel? Igen, meg, mert látszik mert a persze, húsz. Fehér a hús. Persze. Megmondod, kügyek. Viszont én nekem hűnek kell maradnom, gyerekek. Én képviselem mégiscsak a szakmát ezen a versenyen most. nívós versenyen. Csácsiró. Na, hahon voltál? Tehát a zöldborsó és a csirke nem brassói. Hát. Viszont... Ezen az ételen látom először, hogy ez szívből van csinálva. De ebben látom a lelkét az új gabnak. Én komolyan mondom, úgyhogy nálam egyébként ez egy 5,5-6 pont. Várjátok egy kicsit. Ennyit számít a szeretet. Úgy gab most írt privátban rám, hogy egyébként ez egyébként netkicséről rendelt a... Nem, ez egy jól kinéző csirkebrassói, de sajnos, tehát hogyha ez egy sertésszűzzel lett volna, vagy egy combbal, borsó nélkül, és jók az arányok, tök jól néz ki a krumpli, nagyon szép egyébként viccen kívül. Ez nálam egy 7-8 pont lenne, hogyha ez nem csirkéből lenne. Igen, viszont így mennyit adsz neki? Én 5,5 mondok most, és Na jó, hát erre amúgy én is sokkal szebbet adok még. Én 6-ot adok, mert tényleg jól néz ki. De nem brassói. Van benne jó, igen. Csirke. Most nem lebeszélek, csak... Konki, tartsd magad a véleményed, ez 6 pont. 6 pontot X-ot megadtál. Nem változtattam meg. Jó, és... Ez engem nem érdekel. Ránéztem, és azt mondtam, ez 6 pont. És tudom, ez az utolsó faktor. Pont újvgabnak adnál ennyi pontot. Én 4 pontot adok. Hát, 4 vagy 4 neked és nem felett tetszik, adok. Neked nem tetszik. Te neked nem jön át a szeretet, de... amivel készítette. Most ezzel fogtok ércelődni, mi? Ha a borsó nem lenne benne, én egy 6-ost adnék neki. De ez 4,5. Te ennyi a borsó ellenes vagy. Pedig még, tehát még szerintem csirkével is nagyon fincsi lehet, és a krumpli kurva jól néz ki. Azért kap négyes felet, mert a krumpli ennyivel felviszi amúgy. Tehát 4-est adsz neki, mert a krumpli felviszi. Ha simán lefotózta volna a krumplit, csirke és borsó nélkül 5-öst is kapanak. Akkor te mennyit adtál neki? 6-ot. Ez a vicc, hogy Újvi is 6-ot adott, úgyhogy csirkével van. Én is 5 és felet adtam. 5 és felet adtam. Én 5 és felett mondtam végig. Nice. De mi, hát Erza meg fölvitte 4 és félre? Én mondtam, hogy 4 és felett adok, mert 3-at nem akarok adni, mert azok a... Hát, azok, amikre nem akarok emlékezni. De nézd meg, tányért is láttad, nem? Ilyen kis virágos. Ez mi a szar? Nem? Na jó, mindegy, akkor menjen a kövi. Következő. Mármint ez utáni következőre gondolsz, nagyon remélem. Nem tudom, most Tobi. Én ezt szeretném, hogyha Erza kezdeni. Hát figyelj, 2 pont és menjünk tovább, vagy nem tudom. Ja, szerintem 2 pont és menjünk tovább. Hol van ilyenkor, Tobi? Szigorú a borsó nélkül, és akkor így borsó van a tetére rábaszva egyébként legalább, vagy... Az bors, igen. Az nem bors, az bors. Ja, bors, igen. Hol van ilyen kostubi? De egyébként ez hús meg krumpli összekeverve. Várj. És ez sertéshús. Na, tehát akkor itt az alapanyagok stimmelnek. Csak egy másodpercre. Valaki a csatornán érte, hogy én látom benne a fantáziát. Kérlek, egy mondatban próbálj meg meggyőzni, mintha az életed múlna rajta, hogy mi ez a fantázia. Próbálj kérlek átadni neki. Hát ez a brassói csak össze van préselve az egész.
Próbáld nekem eladni ezt a tálat, kérlek szépen. Ez egy jó, ez egy kurva jó brassó, így csak össze lett préselve. Krumpli meg ezt is visszarakta. Ugye? Na jó, de nem tálalszik, érted? Ez egy, meg ez főtt krumpli, nem pirított van benne. Jó, van már, valahol tálalnak így. Nem kell megrágni. Csiró, mondja, brassói püré. Ez a brassói püré. Egy kis valahol így csinálják ezt. Nem, ez tudod mi? Brassói eszpuma. Nektek ez nem vicces, mindegy. Hát annyira nem. Ja, nem, tudod, mi, nem tudod, mi ez az eszpuma, de ja, ez vicces volt egyébként konyha nyelven. Uh-huh. Mindegy. Ilyet érnek, hogy ezt nem lehet eladni, ezt át kell érezni. Igen, most Takács írja, az előbb még 6 pont volt, ha valaki eltalálta az alapanyagokat. Most már nem. Ezt nem tudom, ez, 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 de ez sajnos nem, nem csak annyi, hogy eltalálod az alapanyagokat. Na jó, de várjál már, várjál már. Ez lehet, nem hogy, szépen, ez nincs lehet, szépen tálalva, lehet, hogy gondolt, nem lehet, gusztusos. Jó, hát lehet, hogy gondolt a nagypapára, akinek már nincsenek fogai. De nincs kommentárban odaírva, hogy ezt így osztályozzuk. Na jó, ez igaz. A látszat néha csal, ez nem csal, ez a látszat mindent megmutat, sajnos. De nincs benne borsó, Erza. Hogy ettől függetlenül, tehát a konyha technológiailag az alapanyagokat lehet, hogy eltalálta, de konyha technológiailag ez nem jól van elkészítve. És aha. Hagyma van, jól látom egyébként így hagyma a... Hagyma van benne, az egyébként nem hiba. Az egyébként nem hiba. Akkor azt is eltalálta. De ettől függetlenül nem jó a konyha technológiája a brassói elkészítésének. És hogyha nem volt meg a konyha technológiája. Hát akkor nem jó az akkor étel, csináljon brassói, ugye? Úgy értem. Csináljon brassói, csak tehát, hogy ettől függetlenül az egy rossz brassói lesz. Tehát azt mondod, hogy akinek nincs meg a konyha technológiája, az ne csináljon semmit. Nem, az bármit csinálhat, csak ne hívja úgy, hogy Wellington Bélszint csinál. Hát akkor hogy hívja? Hát tésztás hús, kész. És a közmi krumplis hús. Ez krumplis hús, ez konkrétan, igen, mondjuk... ez tudod mi? Ez konkrétan elmondom neked, ez egy sertéshús hagymás tört burgonyával összekeverve. Ha, és ez hogyha az lenne, akkor mit mennyi pánypontot adnál? Menzán így lehetne eladni. Micsoda? És abban a kategóriában... Hogyha annak hívnánk, ha annak hívnánk, akkor biztos adnék rá legalább egy 5 pontot, mert, mert akkor eltalálta hozzá az alapanyagokat, viszont akkor sincs gusztusosan elkészítve. Uh-huh. Hát nem tudom, hogy vagytok vele. De ez nem, erre ránézel, Konti, és nem akarod megenni. Érted, amit mondok? Az előzőt, amit az Ulfgab csinált, arra ránéztél, és gusztusod támadt megenni. Tehát lehet szépen tálalni valamit attól, mert nem megfelelő. Azt mondod, hogy nemrég ettél, és most ennyire nem ennéd meg. Hát ezt most annyira nem. Aha. De és mondjuk nem ennél holnap ugyaneddig. Konti, 2 pontot adok. Jó, de várjál már. És te jártál kollégiumba? Soha. Volt, hát igen, látszik. Jó van. Soha nem jártam kollégiumba. Mondjuk egy picit számomra az is lehúzza. De fősúlyra jártál? Nem. Na, hát igen, az is látszik. Jaj. Na jó. Na, Konti magyaráznak. Ja. Én jártam hát fősülő. Ilyet jó. Ez nem igaz. Disznoknak moslékér. Akkor lehet meg jó étvágyat. Úgyhogy ziheted haza ezt a kaját. De nem, tehát hogy ez valaki elkészítette, érted? Tehát hogy most ettől függetlenül én nem akarom ezt leszólni, és lehet, hogy nem. Nagyon-nagyon finom volt, de ez nem egy... Hogy miért főtt krumpli? Tehát, hogy neked egy picit elrontja a dolgot amúgy. Nem, ez hagymás tört burgonya egyébként, hogyha jobban tehát, hogyha meg akarjuk fogalmazni, hogy ő mivel keverte össze ezt a sertéshúst, ez konkrétan hagymás tört burgonya. Meg amúgy lehet a képcsal egyébként, hogy ez kurva nagy adag, viszont alapvetően ilyen optikai csalódásnak úgy néz ki egyébként, mintha ilyen fél adag lenne egyébként, vagy nem tudom, így... Még ha nem is lennék tele ezzel, hogyha elkezdeném megenni. Mert mondjuk egy, nem tudom, egy fegyvert tartanak a fejemhez, hogy olyan is lenne. Hát Gold, tehát a tört krumpli meg van főzve, de attól függetlenül a főtt burgonya nem lesz tört burgonya. Ez pedig tört burgonya, mert össze lett törve. Tehát hogyha csak főtt burgonya lenne, akkor kockába lennének ott a főtt burgonya darabok. Ez viszont már tört burgonya. Úristen, tehát az ott más. Tehát, hogy én értem azt, hogy a tört burgonyát megfőzik, és ez így van. De nem a kettő nem ugyanaz?
Na jó van. Nem tudom. Igen. De a brassói... Hármat adsz erre. Igen. A csirkés brassója is hármat adt. Én erre kettőt adok egyébként. Igen. Konti. Jó, legyen kettő, de azért, mert nincs hozzá kenyér, meg savanyú se. Meg elég kicsi az adag. Ment a kövi. Na nézd meg. Na, kövi? Nézd meg. Aha, kövi. Igen. Na nézd meg Csiróra. Csiró még rakott hozzá ezért is, uborkát is. Na, uborka, kenyér. Kenyér. Az mi? Az mirelit burgonya? De miért sült krumpli? De az mirelit burgonya? Na, itt van Csiró, majd mindjárt megmagyarázza. De várjál, és akkor az még kenyér is van mellé, hogyha a sült... És az a sült krumpli, mintha még nem is lenne ropogós amúgy, hanem így éppen... Azt mondja, hogy ilyen. Éppen, ugye megszívta magát, tudod, izével. Igen, és akkor igen. És akkor nem volt elég meleg. Nem fagyott. És akkor van mellette négy darab brassó, ilyen húskocka konkrétan. Jó, hát azt leszögezhetjük, hogy a hús és krumpli aránya ugye nem jó. Hát, na igen. Lehet, hát az nem lehet, hogy betemette, és alatta ott van. Nem, mert az össze van keverve. Akkor nagyon alatta van, mert én nem látom. Akkor ez a tányér alatt lehet valószínűleg. Na, de Denim azt írja, hogy nála ezt hívják brassóinak 10 pont, ő azt mondja. Hát, Denim én sem ennék brassóit valószínűleg. Tehát a kenyér mellé szerintem az kurva jó. Egyszer, tehát, kenyér hogy... van még. Igen, mondjátok. De van hát uborka, meg kenyér is. Igen, ha? Nagyon jó. Tehát, hogy és az egyébként, hogyha rosszabb... Az nekem felfele húzza egyébként. Igen, azért mondom. Micsoda, az a kenyér... Nekem az, meg az uborka is, mert ő gondolta arra, hogy ő ad mellé, igen. Ja, igazad, elfelejtettem, hogyha az a 4 szem darab húst nem lenne elég, akkor a krumplit még ehetett kenyérrel. Az a baj, hogy én viszont igen. Tehát, hogy nem akarok krumplit enni kenyérrel, meg sem meg uborkával. Bezzeg a krumplis tésztát, biztos szereted. Az első 4 falat után elfogyott a hús. De amúgy, hogyha megnézed egyébként, ott bal oldalt, ott még kikantik el a krumpli. Ja, igen, alul látom. Hús. Jó, akkor 5 falat után. Igen, de... Mondjuk látom, hogy januári a kép biztos... Nekem ez 4,5. Azt írja, hogy alatta van egy csomó hús. Igen? Azt írja, ha. És egyébként az uborkát kenyérrel is tudod enni. Nem? Én 5-5-ig vagyok hajlandó felvinni ezt a pontszámot. Erza? Nem, 4,5. És azért 4,5, mert lusta volt, és nem pucolta meg a krumplit, nem főzte meg, nem pirította meg. Ő benyúlt a mirelitbe. Ne legyünk lusták egy versenyhez. Igenis, pucoljuk meg azt a krumplit, meg főzzük, pirítsuk meg. Arra nem gondoltál, hogy egész nap dolgozott, és mégis gondolt, hogy elindul a versenyen, nem volt. De ez verseny, kis barátom. Ja, igen, és úgy gondolt, hogy akik hátrányból... Na jó, de ő hátrányból indult, érted? Most akkor diszkrimináljuk azért. Ez extra 5-10 perc. Azt írja Csiró, hogy van szauna is alatta. Ez meg egy kurva nagy hazugság, mert akkor látszódna. És őt most ezért levonok 0,5 pontot, mert eszetten nagy kummantásba kaptuk Csiró Vitézt. 3,5 pontot adok érte. Le is vonom a négy. Nem. Sőt, ráadásul még, de hagyjuk, a Csiró túra is olyan volt. 3 pont mindjárt. Na jó van, de viccen kívül. Jézusom. Én 3,5 pontot. 3,5 pontot. Annál azért több. Annál azért jócskán az több, persze. Az Photoshop. Egyébként igen, hogy egy kicsit világosabb lenne a tányérhoz képest, amúgy. Fényen, érdekesen esik rá. Állítólag még hallott a 1,5 kiló birkahús is, ugye? Állítólag alatt egy jó brassó is van. Jó van. Én négyet adok. Meggyőztetek, 4-et adok én is. Oké, okay. Újvi? Én 4,5. Ez nagyon kedves. 4,5 ad. Ez annyit adott újgomnak. Uborkát nem vágta fel 2 pont. Jól van, hát... Na jó, ez nem. Na, bazmanus. Egyébként. Na! Ez úgy néz ki, mint egy brassó, igen. Igen, a krumpli színe egy picit lehetne a barnább, de ezért már nem is tudnék beszólni. Ez nem rossz amúgy. De túl nagy a hús, nem? Hát, esetleg igen. Ha nagyon bele kéne... Jó, menni, de hát most ezért most ne kössünk már bele, hogy nem ugyanakkor a szemekre van vágva. Nem az, hogy ne ugyanakkor, túl nagy szeretek a húsok. Alabasz van, ugye. Nekem ezzel nincs problémám egyébként. Én szeretem késsel villával lenni az ilyet. Hát,
Hát jaj, nem késsel, tudom, késsel villával a brassóit. Ja, az eredeti pörkölt is egyébként... Nem, én nem kanállal szoktam. Tehát, hogy az eredeti pörkölt is egyébként ilyen nagy, nagyobb húsok voltak, és azokat is, el, azt is elvileg villa késsel kellene vágni. Mint a hamburger. Van, persze, Csiro, én is ezt mondom, úgy, mint a nokedlit. Hát nem tudom. Zalány? Igen. Ez szerintem jó egyébként, mert amikor ilyen, ilyen gigászi, férfias, méretes adag húsdarabok vannak benne, én örültem volna, hogyha szét lett volna egyébként még jobban vágva. Össze, nincs, meg nincs összekeverve. Hát, olyan, mint hogyha ott lenne a hús, és rá lett volna így engedve a krumpli. Igen, igen. Nem lett jó a random generátor szerintem. Nem? De ott van a kis villa egyébként, nagyon szép tányérocska. A csillagos terítő. Mik, a, mi, mik ezek a zöld dolgok a húson? Ezt hittem, hogy borsó, de ott van, hogy nem borsó. Nem borsó. Az valami fűszer lehet rajt? Neked kéne megmondani. Azon amúgy nem tudom, ilyen... tehát ilyen petrezselyem dolog van rajta szerintem, így első blikre, de ezt látnom kellene élőbe szerintem. Ezt lehetne, így ki, az van, kép alapján... hogy megvan-e még ez a brassó, hogy ezt akkor el tudnád-e küldeni, és akkor megnéznénk élőbe. Igen. Csak Norvégiába kéne kiküldeni. Norvégia. Ja, most látom. Igen, Újvi Norvégiából. Norvégiából nézi az adást. Persze, egyébként tehát a képen nem így nézett ki, csak mivel már nagyon, tehát mivel nagyon sok ideje itt van a kép, ez lehet, hogy beperészesedett a kép azóta egy kicsit, vagy... Nem, azt szerintem, az szerintem petrezselyem lesz rajt. Hát én nem hiszem. De miért petrezselyem? Az nem jó, az rossz, nem? Az rossz. Nem találtál az alapanyagot. Szerintem nem így néz ki a petrezselyem. Hogyha megnézed ott a középső... Újvi, ne úgy már úgy mondnám meg, aki minden nap főz. De, hogy néz ki a petrezselyem? Nem, ez szerintem össze van vágva nagyon apróra, és rászortak a húsra még, amikor készült a hús. De nem kapunk választ egyébként? Nem tudom, hogy itt van-e. Bazmanús, lehet nincs itt. Viszont a krumpli, igen, a krumpli az fővetett volna. A krumpli, igen, pirulhatod volna még. De én azt mondom, hogy nagy a hús, és a krumpli amúgy egy picit még barnulhatott volna, viszont én erre adnék egy 6 pontot amúgy. Mert én is. Sőt. Várjál, azt gondolom, most vissza kell mennem. X-nak is hatot adtam, baszki. Én ezt akarom mondani, hogy vissza kell mennem, és le kell komperálnem, hogy melyik. Viszont X-nak viszont a krumplia is sokkal jobban néz ki. Igen. Hát, de itt szaftosabb a hús. Így ez nem krumpli, hanem alma. X-hoz képest viszont szerintem itt szaftosabb. Ja, várj, elvileg ez nem krumpli, hanem alma, az van. Aha, jó. Jó, oké, ez jó vicc volt, ez tetszett. 5,5-et adok neki. Én is 5,5-re gondolok. Jó. Én tartom a 6-ot. Tartja a 6-ot, és elkelt. Na, felötti. Breki úr televízió, vagy nem, Breki úr tölteni való. Nézd meg, igen. És gondolt arra, hogy több szögből lefényképezi. Na, ez nem semmi. Azt írja, Krappától jött az üzenet, Zuglóból, hogy borsó nélkül ez csak rassói. Há, érted, mert ugye az eredeti nem az, hogy brassói, és azt mondja, hogy borsó nélkül, ami ugye B betűvel kezdődik, így csak rassói lehet ugye B betű nélkül. Ez jó vicc volt, köszönjük, Krappa. Nagy, láttátok a szó viccet amúgy? Hát, én már vártam új reakcióját, ez krumpis hús. Good meme. Írkem el megint. Viszont itt, nézd meg, itt... Meg nem tudom, itt nincs, mintha nem lenne összekeverve, nem? Hát, tehát, hogy krumpli van alul, és rá van csak szorva a hús. De várjál, inkább azt mondják azt, hogy a krumpli miért nézett jobb oldalt így ki egyébként, hogy így tök nyers, és akkor így nem lett megkeverve, vagy nem is tudom, hogy lett. Hát nincs megkeverve, hogy mi. Ja, nincs mit amúgy triple X. Bármikor kérdeztek ilyet, szóljatok amúgy. Túl nagy a hús. Nincs összekeverve. Hát... A hús egy kicsit, tehát a hús és a krumplinak az arányi, ugye a méret aránya, a felső képet nézzétek meg. Elvileg régen volt egy vicces magyar, és kicsit sem cringe streamer. Rappa. Bele mi lett? Úristen. Értem, itt is kivette a C betűt, ugye. Cringe streamer, ugye. Hát ez kurva jó. Amúgy nagyon-nagyon sziporkázik itt mindenki a üzenőfalon. Ja, igen, köszönjük az üzeneteket, küldjetek meg.
0691-re küldjétek a Conti fogykosszót, köszönjük szépen. Hát igen, ez csak, hol van Breki? De Breki itt volt, nem? Itt volt, tehát írta is nekem, hogy fogyatékos vagyok. Ja nem, a mást írt, azt inkább nem olvasom be. Jó, jó, azt nem. Tehát ráengedte a húst a krumplira, aztán lefénykép. De nézzek, tehát nézzem, akkor a hús darabok, ha milyen kis krumplihoz képest. A Breki, te nem írtál semmi notest, mondjál valamit a kreálmányodról. Erről az abominációról. Oda van, azt hittem, hogy egy brassói apró pecsenye. Újvi azt mondja, hogy ez nem az. Most az ezüstróka nagyon, nagyon szak kifejezéseket alkalmazott egyébként, és igaza van. Ez nem egy étel, ez sült hús és külön sült krumpli, de mintha semmi kapcsolat nem lenne közöttük. Tényleg az van egyébként. Igen, egy igen. Tehát, hogy még csak összesen lett keverve, egy kicsit összerottyantva. Ja, úgy gondolod, kis, hogy, úgy gondolod, hogy egy papírlapot be tudnánk csúsztatni a kettő közé? Szerintem, ha nagyon ügyes vagy, akkor még össze is jönne, igen. Egy kis szalvétát, egy ilyen mondjuk egy két rétegű kis ízét tudni, vékony szalvétát így át tudna. Hármat nem biztos, de egy kettest igen. Ha megnézed egyébként azt, hogy a krumpli, mint hogyha így ott hagytad volna egyébként a serpenyőbe, és akkor így 5 perc után kiveszed, és egyszer se forgattad volna meg. Mert szerintem majdnem mindegyik krumpli, mintha egy oldal lett volna egyébként így megpirulva, a többi az meg csak úgy, nem tudom, survive. Uh-huh. És jó, de alapvetően a pirított burgonya az megvan, csak tehát, hogy itt kis hagyma alá, kis szalonna, vagy nem tudom, ezt úgy gondoljuk, hogy egyébként nem kell bele szalonna? Tehát, hogy ezt a többség úgy gondolja, hogy abban nincs szalonna? Mert nagyon kevésnél látok szalonnát benne. Igen, igen, valószínűleg így gondolják. Viszont, valószínűleg igen, maga Norma mondja, benne, de legalább a forgós szék látszik. Ez esetleg egy pontot vihet föl? Vagy persze, most nem menőzni akart egyébként, hogy neki van forgós széke, nekünk meg nincs. Szóval én alapvetően fél ponttal levonnám, hogy itt vagánykodik előtt. Tehát akkor lejjebb viszi a pontot, jó. Persze, hát ez nem így működik, hogy valaki csak forgó székeket mutogat a kaja mellett, hát, vagy fölviszik egyébként. Nem szeretik a szalonnát úgy, ez ilyen, ez régen szerették a szalonnát az emberek. Jó, de hát, akkor nem tudom, akkor hívjuk valami más dolognak ezt a brassói... Minek hívjuk? Hát nem tudom, krumplis húsnak. Ezt is, de hát a másik is az volt. Hát de gyerekek, tehát hogyha de nem lehet krumplis hús, hát új. De abban van valami, ebben meg nincs, akkor most hogy lehet ugyanaz tudom, a kettő? Tudom, vagy a tiédben volt. Azt se lehet, nem hívhatod mind a kettőt brassóinak, akkor nem hívhatod mind a kettőt krumplis húsnak se. Nem, nyugi Goldia, a... Hát akkor miért ne hívhatod ezt is brassóinak? A borsó az mindig negatív pontot kapott. Borsót mindig legyen, igen. Hát nem tudom. Csirkepecsenye, azt talán, azt mondja, csirkepecsenye. Azért adnék 4,5, mert sokkal jobb, mint a csiróé, viszont azért nem egy 6 pontos jó. Tehát de nincs savanyú, meg kell. Nem. Én megmondom őszintén, én a 4,5 és az 5 között mondom. 4,5, igen, a 4,5. 4,5, 4,5, én 4,5-et mondanék. Mert amúgy jól de néz hogy? Ki, csak lehetne sok mindent változtatni ezzel. Mondjuk egy kést használni, hogy felvágd a húst például. Hát vagy előtte összekeverni, hogy tényleg, nem tudom, már kiírta egyébként, hogy tényleg nincs kapcsolat egyébként a hús meg a krumpli között. Tehát, hogy van a krumpli, és rárakták a húst. Igen, tehát, ez is ruka, az nagyon jó. Ez 4,5, Szergejnek 4,5-et adt, vagy mennyit adt? 4-et adtál Szergejnek. Várjál, nézzünk vissza arra, az, hogy nézett ki. Kire nézzünk vissza? Szergejnek 4-et adtál. Mutat, nézzünk vissza arra. Igen, igazad van egyébként, igen. Négyet adta, erre meg 4,5-5 akarsz. Ja, nem, teljesen igazad van. Dobreki, ez jóba szoptad. 2. Teljesen igazad van. Javítok, olyan 3,5-4,5 körül gondolkozok. Jó, én 4 pontot adok neki. De mi, hát 4,5, hát az nem mindig jobb, mint a Szergejé. De arra nem 4,5-et adtunk? Nem, te 4-et adtál, mi meg 3. Mutasd, mennyit. Ez a negatív. Tekerjük vissza, kérem, hozzák be a képernyőt. Vagy 3-at adtál? Nem tudom. Nem tudom, hogy kinek, melyik kinek a pontja. Lehet, hogy 3-at adtál. Szerintem arra 3-at adtál. Nem tudom. Minden, én erre adok 3,5-et. Most 3 is? Nem, baj, de beleviztek a izébe. Jó, legyen 3,5, na, igen. Konti, ez manipulatív egyébként. Na, az. Mi? Én csak kérdezgettem. A másikra, mint akkor 3,5. Jó, 3,5. Oké, Konti. Én 4-et adok csak, hogy új fölé menjek, látod, Breki? És 3,5, jó. Látod, Breki? Fölvittem a pontodat.
Na, ez az utolsó elvileg. Ez Audio Assassin. De ezt biztos nem ő csinálta. Okay. Hát ez valószínűleg nem. Hát ez, tudod, ez a tipikus foodpandás rendelés egy drága étteremből. Nem, ezt meg se rendelt, ez onnan egy ki. De ez jól néz ki. Hát ugye ez brassói. Gondolod? Ez egyébként tényleg jól néz ki. Nézd meg, nagyon, tehát hogy Európa... Azt mondja, azt mondja, Audio Assassin-től jött az üzenet, bármikor csinálok neked ilyet, öcsi. Ezt neked, újra neked üzente. Ja, gondolom. Le öcsizni, hűha. Hát ez jól néz ki amúgy. Egyébként tényleg azt kell, hogy mondjam. Az újra viszont azt üzeni, hogy az éttermet is elküldi, ahonnan ez a kép van. Na lássuk. Igen, reverse image search-et. Csak a viccedél rányok egy T9. Nálam magasan ez a legjobb egyébként az eddigiek közül. És én erre legalább egy 7-7 és felett fogok adni. 53 billió képben nem talált hasonló képet. Szerencséd van, Audio. Ez ja, elég, de kis adag, nem? Nagyon túl, kicsi. Szerintem tányér. Nem. Nem kis adag. Vagy ez kicsi, nem tudom, mert gép alapja nem lehet megállni. Szerintem egy nagy tányér van telepakolva, nem? Egy tányért néznek az evőeszköz hozzá képest. Hát nem tudom, olyan mély tányérnak tűnik, nem? De igen, hogy olyan mély. Ilyen fél mély tányér, vagy nem tudom mihez. Ilyen menza tányér, nem? Menza tányér, Jézus. Ebből mindent lehet enni belőle. Ilyen szaktányér kifejezés amúgy. Elméletileg Takács kiderítette, hogy Bazmarusnak a kajáján elméletileg marihuána van. Ezt megszabad nyitni? Köszönjük, Takács. Marihuánát, jó. Megvan. Na, akkor esetleg vissza akarsz térni ahhoz? Vagy majd ezután? Nem, én szerintem jó mennyiségű pontot adtam. A marihuánája szerintem egyáltalán nem változtatná az eredményemet. Én Bazmarusnak 5,5 pontot adtam neki. Szerintem ez nagyon szép amúgy. Jó, hát én erre ehhez... én erre adok 7 és felett. Nekem kicsit szárazna tűnik, én ez savanyúság nélkül. Ez nem szára. De hogy nem. Már adott mellett a savanyúság. Szerintem elég sok mindent elmondasz, hogy nem tudja, hogy mit csinál. Ez nem száraz. Ezelőtt. Lehet éppen azt, hogy van még. Az első, az XUB-re azt mondta, hogy száraz. És ez de meg ez nem. De ez hidd el, hogy ez nem száraz. Ez nem. Ez nem hiszem pont, ez nem túl zsíros és nem túl száraz szerintem. Ez pont a megfelelő. Ez így van. Majdnem oda van égve a hús, viszont szerintem pont azért lesz finom. Pont egyébként. Azért, igen, mert meg van pirítva. Majdnem. Na jó van, én erre egy 7-est adnék amúgy. Én 7 és felett. Csoda, Audio? 6. Hát szerintem meg is van az őt a végére. Igen, ez csak 6. Hát én erre sokkal többet adnék a helyedbe. Savanyúság sincs hozzá. Kenyér na sincs. Jó van. Na jó, hát de akkor... most az igazából egy emberen kívül senki nem gondolt rá. Egyébként ez elég szomorú. Igen. Mire? Bocsánat, mire? Hát a savanyúságra. Ja, hát az igaz. Viszont amúgy én sokszor szeretem szárazon enni a brassóit, amúgy, vagy nem tudom, nekem valahogy... De mondjuk kenyeret nem szoktam hozzá enni soha. Nekem az nagyon furcsa, bár itt olyan emberek vannak újvi, akik a dinnyét kenyére leszik például, szóval itt sok embernek nem szabad hinni amúgy. Ezek ilyen... tudom. Várj, közben ez egy gyors kép Audiótól, azt mondja, április másodikán készült. Ez most streamen látszódik csak nálam. Vagy onnan tudjátok okay. Nézd meg, milyen nagyon jól néz ki a krumpli ezen a képen. Igen. Ez baszó, mondjuk én hozzáteszem, hogy én nekem van alatt a szaft. Az én brassóimnak, amit mi ezt szeretünk a lilával, én az alá konkrétan rakok. A brassói hát, pörkölt, úgy érted akkor. Hát, ja, mondjuk így, hogy szerintem nektek ez a brassói pörkölt. Jól van, úgy, brassói, akkor az nem brassói, csak mondom. Ennyit. Ha még azt írtad volna bazonos, hogy nem rá, hanem belerakod amúgy, én azt mondom, hogy úgy viszont tényleg baszó. Brassói lenne. Pörkölt nincs, csak brassói apró pecsét. Teljesen jogos. Akkor ti nem is brassói tesztek. Amúgy azt szerintem a klasszik brassói az, amit most nézünk a streamben. Na, hát szerinted. Ez egyébként, hogyha van alatt a szalonna, mert pont nem látom egyébként azt. Mutasd, én is megnyitom. De talán van alatta, nem? Mint hogyha látnék krumplit, egy kicsit. Igen, nem azért pirítom a krumplit, hogy elállt. Na, ez nagyon jó. Nekem is így van egyébként, hogy szerintem itt nincs annyira szaft ezen a képen, és itt megmarad a krumplinak egyébként az a ropogós ilyen pirított, ilyen fincsi
Most amúgy kettek ilyes. Na jó, de a pirított krumplit, hogyha csak félre rakod egy fél órára, már utána nem lesz olyan ropogós, mint persze, de szerintem mint frissen. Hát jó, gasztrovillám kérdés. Rakott krumpli, az simán lehet enni kenyeret, ugye? Miért ennél bármilyen krumplihoz kenyeret? Várjál! Nem, tehát én nem eszek hozzá. Vaganormát! Akkor Vaganormát egy gigászi fasz egyébként, nagyon tetszik, és majdnem beszoptam, nagyon jó. Vaganormát egy mester. De most Konti, most ettől függetlenül ehetsz hozzá, hát hogy most, hogyha te céklát akarsz hozzáenni, akkor céklát eszel, érted? Magamon megtalált, hát nézd meg, az első sor 5. képét. Sándor, Jennifer? Nem, brassolja, igen. Bookpad.com, érdekes, nem az a kép? Aha. Hát? Jézusom! Jézusom, mekkora! Audio, Jézusom! Mekkora! Jó, innentől fogva nulla pontot várja, adok. Várjál, Újvi, azt tudnod kell, hogy maga Norma ekkora hatalmas csibész, hogy átszerkesztette a képet erre a képre. Igen. De ezért mondom, hogy én ezt beszoftam, ez jó volt. Ez most komolyan megcsinálta? Persze, hát ilyen emberek vannak. Ez, ezért egyébként, igen, ez büntetés. Én nálam ez büntetéssel járna büntetés, egyébként. 10 perc, te jóra mehetne a jó. Szerintem hatalmas csibész, itt ilyen Móka Miklósok vannak. Szóval akkor a rakott krumpit nem lehet kenyérrel enni? De mindent tehetsz kenyérrel, de, jó, de én nem eszek hozzá. A rakott krumpinak van szaftja az alján. Igen. Hát és az és te azt a tejfölös kolbászos zsírt, azt a izék? Ki lehet tunkolni kenyére. Felenni? Aha. Mert te mivel szereted felenni? Figyelj! Nem tudom, én a villával. Mi a szaftot? Most én nem szoktam azt a szaftot így beleönteni még a számba. Hát nem, hát ezt mondom, nem beleöntöm, hanem a kenyére már belemártogatod. Kiszoktam latyakolni, tudod? Nem szoktam egyébként, tehát hogy nem szoktam hozzá kenyeret enni. De miért, mit te a bolonyaihoz eszel, bolonyai spagettihez eszel kenyeret? Az is maradt szaft az alján. Hát az ugyanaz. Nem szoktam enni. De olyannak nem maradt szaft az alján. Hát dehogy nem maradt szaft az alján. A lófasz marad. A csirsbabnak marad az alján. A csirsbabnak marad. A csirsbabhoz eszel kenyeret. Na de várj, a csirsbabhoz viszont eszel kenyeret. Na. Igen. Igen, de ott abban nincs krumpli se, meg tészta se. De nagyon fontos kérdés. Szerinted a pizzában, a pizzának a sajtszél az finom, vagy pedig az nem szabad sajtot a szélébe rakni? Hát szerintem, most ez meg attól függ, hogy eredeti pizzát akarsz csinálni, vagy már ezt a modern Ha én csinálnék, nem raknék bele soha a szélébe. Szerintem mert? Egy iszonyat miért? Nagy hülyeség. Miért? Hát mert én pizzát akarok enni, nem meleg szendvicset, érted? Tehát az onnantól fogva egy vastagabb tésztát kell csinálnod. Azt hiszem, hogy új barátod lett ezzel a mondattal. Bár nincs itt Skyler, sajnos. Skyler pizza elitista, és szerintem nem pizza, aminek sajtszéle van. És még egy csomó minden más dolog. De most gyerekek, tehát hogy ez csak az én szubjektív véleményem, érted? Tehát most ettől lehet, hogy valaki imádja a vastag tésztás pizzát, aminek sajt van a szélébe. Én azt is el tudom fogadni, meg nem ítélem el attól, mert valaki ezt szereti. Én nem szeretem. Ne, alapvetően kérdés, hogyha most csinálnál egy pizzát, és megvan a lehetőséget, hogy pizza szélet csináld, akkor biztos, anélkül csinálnám. Akkor anélkül csinálnám. Igen. Én a vékony tésztásat szeretem, ami ropog, és ami jól megvan. Úristen, vékony tészta, ropog. A vékony tészta jó. Ez basz meg, adjuk már. Jó, de te meleg szendvicset eszel, nem pizzát, érted? Tehát ennyi basz meg. Az ez? Konkrétan meleg szendvics. Jó, adjuk már vékony tésztás pizza, basz meg, azért négybe hajtom, azt úgy eszed meg. Aj, téged hajtalak mindjárt négybe, basz meg. Úristen, tiszta lista, az egész, azt még izét is rak rá, fogadjunk, bokrot is rak a tetejére. Milyen Audio, bokrot? Elküldjem neked a izéket, hogy mennyit pontoztunk, vagy írtad egyébként? Audiónak mi lett a sorsa egyébként? Tehát Audiót akkor diszkvalifikáljuk, ugye? Mert? Aha. Hát miért? Ja, a kép mindent elmond. Hát, mert letöltött egy képet.
Maga Norma, hogy találtad meg? Elmeséled nekünk? Podcast? Lehetne amúgy. De ebből inkább ilyen, ez nem podcast lenne, hanem inkább ilyen, mint a reggeli rádiós műsorokat tudom elképzelni inkább. És mi kajáról akarsz beszélgetni? Megyek hát nem, hát mindenki hoz valami témát, azt csak dumálunk. Vagy ja. Egy nagy témát hozunk, és akkor néha be van dobva valami hülyeség. Amúgy simán. Na jó, ne ragudjatok nekem, mennem kell, mennünk feladat. Hát akkor várjál már, összegezzük a pontokat. Hát hirdessünk akkor. Összegezzük a pontokat. Egyszer, aztán utána én is megyek. Összeadjuk és úgy, annyi legyen, vagy mi legyen? Hát persze, de szerintem más lesz. Egy, kettő, látszatra pedig, harmadik, na ezért viszont számológépezni kell. De várjál már, hát most audio miért az első? Mert annyi pontot adtunk neki. Hát de kizártuk a versenyből. Új viasz, a képet megszerkesztették. Igen, azt maga normál csinálta. Bazd meg! Most tényleg átkurtatok? Én most tök el voltam abban itt beállod. Ó, te... Oké. Jól van, audio, kussolja. Ez nem az, hogy maga norma ír, Conti. Top 3 között nem szavazhatnak a nézők, közönség díj fontosabb, mint a szakértői. Ez jó, nem jó, az jó lehet. Legnagyobb ellenség nem lett. Én tényleg elhittem, hogy azt letöltötted. Kinéztem belőled. Használhassanak kontyost is, Conti, mit szólsz? Jó, jó, jó. Na, nem, nos, Conti, te zavarjuk, ezt lesz előtt fejben számol éppen, tudod. Na, ott van. Audio X-Sub és Bazmanus. Mi volt Bazmanus? Én most erre vissza kell mennem megnézni. Neki volt a jól kinéző, ami a Marihona. Amiben nagy hús volt, igen, a Marihona. Ó, oh, aha, aha. Jó, de azt látjuk, hogy azt eldönthettük, hogy csak egy darab borsóval készült volt, úgyhogy a fogadást ezt lezárjuk borsó nélkül. Mi? Egy darab volt borsóval. Egy darab volt. Hát kettő, mert volt az egyik mellett. Ja igen. A második tényleg, kép volt. De az még mindig kép. Csak az még mindig csak kettő, szóval borsó nélküliek nyertek. Várjál, és akkor csinálunk szavazást. A három között ugye audio volt az első helyezett számunkra, X-Sub volt a második, és audio, X-Sub és Bazman. Uh-huh. Ugye, jól látom? Igen. Audio, X-Sub, Bazman. 3 perc? 3 perc, és akkor annyit megkibírtuk, ugye? Aha. Elvileg elindítottam, és akkor annyit kéne csinálni, hogy ezt bent hagyjuk. Jó volt, még Black, ezt nem. Audiója marad, én meg X-Sub volt az első. Ja. Így, ez a 3. És akkor, na most még egyszer így, hogy már csak ez a 3 maradt. Akkor még, amíg megy a szavazás. Így azt mondjátok, hogy audiója? Audiója, igen. Most meg tudod nézni a többit is. Ha bezártad te is. Beve, nézem. Audiója tényleg olyan, mint hogyha valami beállított kép lenne egyébként, ne no joke, a többi. Én azért hittem el, mert tényleg nézd egyébként... Az... A háttér is olyan tényleg. Teljesen el tudom hinni egyébként, hogy egy szakács készítette. Tehát úgy gondolod, hogy te csinálnál otthon egy ilyet, vagy nem tudom, az étteremben csinálnál egy ilyet, akkor az is így neki? Én másképp szeretem, de igen. Tehát, hogyha elmennék egy étterembe, és rendelnék egy brassóit, és ilyet kapnék, akkor elégedett. Hát mutogatom folyamatosan. Akkor elégedett lennék vele egyébként. Igen. Én amúgy azt hallottam, most néztem a moderátori nézetbe, hogy amúgy audiónak 15 szavazata van, de csak egy ember szavazott a többi ponttal. Érdekes. Audio. Bazmanusai látszik, hogy na ez otthon a kis izében az emeletes házikó 4 fala között szeretettel készült.
X-Sub még talán filtert is használt, azt mondom, a képből. De audio-ja tényleg olyan, mint hogyha egy beállított ki. Még azt is el tudnám képzelni, hogy nem tudom, beállította a kaját. Konkrétan egyébként úgy néz ki egyébként. De ugye, hogy audio-é gyanús? Gyanús. Legközelebb azt tuti szerkesztett az a kép, amit mutattatok? Azt mondja Ervet, hogy többször csinált, és látott fotót róla. Mármint a brassóiról. Egy audióról. Ja. A legközelebb, ha audiónak, legközelebb audió játszani fog, akkor egy kis papírkát oda kell rakni, hogy audiót csinálta, hogy lehessen tudni azt, hogy ez a kép. És alá kell írnia. Alá kell írnia. Az, igen. Ez egy jó a többi képversenyre, a legközelebbiekre. De így is azt mondom, hogy az audiója a legjobb egyébként. Jó a sorrend is. A pösödet azt nem muszáj. Én megmondom őszintén, a borsótól eltekintve, meg a csirkétől eltekintve, az újfgabé nekem nagyon tetszik. Egyébként ezért maradt le, egy ponttal maradt le Bazmanétól. Újfgabé, tehát hogyha kicsit jobbat adsz neki, akkor még az is hát lehet, vagy, hogy... Vagy te. Hát milyen jobbat adtam neki, mint te? Giro. Én hatot adtam, te 5,5. Hát akkor elzabasztál, ugye? 4,5 adott. Na hát akkor azt mondja, hogy Audio nyert. Audio nyert 21 ponttal. Én adok egy tapsot Audionak, meg mindenkinek, aki részt vett. Nem, várjál, Audio kap 2-t, mindenki más maga egyet, szép volt, aki részt vett. Ez csak egy volt. Hát Audio kapott 2-t, és mindenki más egyet. Ja, hogy a többiek osszák be az egyet. Értem. Persze, majd izé mindenki külön kap, mi? Hát azért, külön na, tapsoda, hát azért, persze. Persze, majd a pódiumon vagyunk, mi? Na. Na jó van. Akkor GG. Rántottál esni, az jó egyébként, mert azért szinte semmi nem tettem úgy. Csírt. Felőlem mehet, hogyha benne vagytok. Mármint, hogy alapból volt már ilyen, ezzel, amit csináltunk már ilyet. Setupok, gamer setupból is, meg vádli szépségverseny is volt, de hogyha benne vagy újvi, akkor igen, és van kettőd, akkor... Utólag akkor jöhetnél legközelebb is. A Váti szépségverseny nem volt. Jó, persze. De én mondom, én csak a saját véleményemet tudom hozni, gyerekek. Jó, tehát, úgy értettem ezt, hogy nem biztos, hogy kaja lesz csak. De nem baj, nem, per, értem én, de tehát, hogy erre is ugye az áll fenn, hogy én csak a saját véleményemet tudom hozni. Az nem, jó, globális, mert... nem globális véleményem van, amit a világon mindenhol elfogadnak, érted? Jó, mert ő, csak azért úgy, mert jövő héten férfi izmos hasakat kéne majd pontozni, szóval a saját véleményem. Hát akkor véleményem. Beküldöm én is, várják. Ja, meg a zsűri nem védekezik. Jó. Szerintem a Váti verseny jó volt egyébként, így utóra visszagondolva. Hát elég cringe volt. A szőrmennyiséget, ott mindent poltoztok, és még lányok is vettek részt. Igen, macska egyedül. Lány. De ez nagyon jó volt egyébként, tényleg jó. Én élveztem is egyébként. Na, legutóbb ezért volt, mindenféle kaja volt. És volt, nem tudom, mik voltak ez a... Lazanya volt, nem? Meg... Ma nem is emlékszem, nagyon virsli, régen volt. Virsli, sült hús, lazanya. Ja, igen, a tipikus olyan, hogy ilyen virsli, egy kenyér, ketchup is mustár odabaszva a tányérra, és akkor egy darab buborka, és akkor ott volt a számítógép előtte. Tehát a tipikus megadta az otthoni feelinget. Nem emlékszem, mi volt már. Ja, volt valami pörkölt is. Viszont ne megugyatok, de nekem tényleg nagyon menne. De figyelj, Uri, esetleg kitalálhatod, hogy mi legyen a következő. Te, mit mondasz? Hogy mi legyen a következő verseny? Aha. Hát nem azt mondtad, hogy a has lesz? Nem, azt csak Erza mondta, de Erza fúrgatom. Hú, gyerekek, hát ezzel most nem tudok így kitalálni semmit, ezek gondolkodjunk egy fél napot. Nem jó, kell, szerintem kaját is mutatsz. Rántotta, mit szóltok? A rántotta azért jó, mert bármi lehet benne, a rántotta valahol freestyle, mégis nagyon sok variáció van benne, és hát azért nem azt mondom, hogy... freestyle. De azt hogy tudod te freestyle-ba csinálni? Hát gondolom, raksz bele hagymát, vagy uborkát, vagy savanyúságot, szalonnát, vagy virslit, sajtot. Savanyúságot. Várjál, akkor... Raksz mellé, akkor vagy tudom én, vágsz bele zöldséget, vagy mellé. És a rántottát az irati egyszerű megcsinálni, szerintem.
De mert rántott a verseny mehet. Az olyan tényleg gyorsan összedobod, nincs sok pöcsödés, és bárki meg tudja csinálni szerintem. Aki tud egy tojást törni, az már technikailag rántott. Lehet csinálni. Az, hogy tojásból készült reggeli. Na ez jobban tetszik. Tojásból készült reggeli, és ki lesz a legkreatívabb, hogy mit lehet tojásból kihozni. Az jó, az tetszik. Mert akkor tényleg az freestyle-abb, mint hogy csak rántottam. Mert akkor lehet tükörtojás is, főtt tojás is. Budgyantott tojás, omlett. Ja. Jó, ez még jobb. Jó. Na. Na, jó, sok. Gyerekek, dumálunk majd. Jó van, jó van. Köszi még egyszer. Na, csákó. Jöttegetek. Sziasztok. Sziasztok. User disconnected from your channel. Na. De amúgy ez majd Discordon, akkor Discordon fönn lesz, és hogyha valaki akar ebbe beszállni. Aha. Most csak annyit beírok a kép versenyszobába, hogy... Igen, és fönn van az összes brassói a Discordon a kép versenyszobába, és akkor én odaírtam csak azt, hogy mi lenne a következő. Ja, igazából ennyi. Majd audio segít ebben, remélem. És akkor lehet küldezgetni a tojásból készült reggeliket. Jaj, de Skyler, miért nem? Pedig úgy mi tudná pontozni a reggelidet. Lehetnél te a legfreestyle-abb tojás reggeli készítő. De jó, de most itt lesz egy profi Michel csillagos szakács. Nem már lesz, ha lesz elég győztes maga norma, akkor csinálunk egy ilyen főzős bajnokságot, amit majd kamerákkal fogunk fölvenni. Lesz egy ilyen főzős ház, és oda meghívjuk a nyerteseket, és akkor ők fognak főzni egy ilyen adás keretében. Lanon, igen. Jó van, Skyler, akkor ne nevezzél. Akkor ne nevezzél, Skyler. De azért remélem, hogy más nevez. Csápista. Na csák. Csak itt bezárok dolgokat. Na. Jó, de akkor eldőlt, hogy a brassói az borsó nélkül. Legalábbis azok, akik indultak a versenyen. Hát Skyler, nem indultál. De Skyler, hogyha nem indulsz ezeken a versenyeken, hogy bizonyítsd az ellenkezőjét, ha elindultál volna, még az is, hogy a te brassói nyer, amiben van borsó, mert egyszerűen annyira az a profizmus, azok az érzelmekkel teli ételkészítési módszer, amit te képvisel, Skyler, látszódott volna a képeden. Megnyerted volna magadnak a zsűri szívét. Akkor még lehetett volna az, hogy a borsósok nyernek. De hát, hogyha így állsz hozzá,